döbbenetes, hogy élnek olyan emberek a földön, akik képesek egy hat 7 két, vízsla, két darab hat es vizslakölyköt az utcára dobni. A Pacsi Kutyamenhely Alapítvány mentette ki őket egyébként, mert az oltatlan kiskutyák nem élték volna túl a körülményeket. Innen átvette őket a Futinka Egyesület, akik egy idéglenes befogadónak adták át a kölyköket, akik most infúzióra kötve vészelik át a napokat. Csehi András kollégánk Én egyébként ott hegy. van a családnál, akik nem érkezett üres kézzel, őket kapcsoljuk most. Jó reggelt kívánunk! Jó reggelt kívánok! Uh, romantikus környezetben vagyunk, Kőbányán egy lakótelepi lakásban, mindössze 68 négyzetméteren, de egy négyzetméterre legalább egy kutya jut. Jó reggelt kívánok Gabinak is! Jó reggelt kívánok! Uh, nem hivatalos kutyatenyésztő vagy, nem. de hivatalos kutyabarát vagy, ezt mondhatjuk, ugye? Igen. És akkor mutassuk meg a legfontosabb embereket, bocsánat, kutyusokat! Gyerek Abita is, hogyha le tudsz googolni ide hozzánk, mutasd be őket, hogy ők a kidobott vizslák. Igen, ők a kidobott vizslák, ő a kisfiú Ragnar, ő pedig a kislány Lagerta, ő a parvos. Tehát azt lehet látni, hogy szegény ez ilyen kicsit olyan bágyat, vagy olyan szomorkás. Ő nagyon eleven viszont a kisfiú. Igen, ő nagyon. És nagyon nagyon. Azt határoztuk el, hogy meg is etetjük őket ugye, mert hogy igen. már megérdemlik mert egész este nem ettek igen. viszont ő neki szegénynek nem lehet csak úgy beadni a tápot, hanem injekciós tűvel adott be a száján keresztül, mint a kis pici gyerekeknek is akik nem akarnak szopni Hát ha nem eszik, akkor igen, majd meglátjuk hogy, hogy hajlandó lesz -e enni hanem akkor, akkor inekciós tűvel, vagyis feskendővel kell, igen. No, hát akkor próbáljuk meg őket szépen megetetni szerintem, mert megérdemlik a reggelit. Annyit kell tudni egyébként a két kis kutyáról, hogy őket kidobták. Pontosabban bedobták a sintértelepre, és hát ott meg voltak számlálva a napjaik. A fiú az egész jól túlvészelte ezt a problémát. A kislánynak viszont ö, komoly baja van, mert hogy nem kapta meg a megfelelő oltásokat, emiatt beteg, és hát infúzióról kell táplálni őt, illetve majd kézben, hogy Gabi majd megmutatja nekünk. Gabikám, ö, mi lesz ezeknek a kutyáknak a sorsa egyébként, már hogyha ő szegény túléli ezt a betegséget? Túl fogja, túl fogja. az biztos, hogy túlfogja, mert mindent megteszünk, és hát ö, gazdát keresnek, tehát gazdát, ö, gazdához fognak kerülni. Uh -huh. Nagyon fontos egyébként, hogy gazdát találjunk nekik, és hát nem véletlen, mi is hoztunk neked egy kis ajándékot. Én szerintem ez egy jó fél évre elég ezeknek a kutyusoknak. Igazából ezek az ajándékok, vagy ezek a panziféle táp, tápanyagok, ezek majd a leendő gazdit fogják gazdagítani a kutyákkal együtt. Volt-e már szerint egy jelentkező, vagy mi, mi, történt? Én úgy tudom, hogy rengeteg jelentkező van, nagyon sok, hát mint az egy kölyök kutyánál várható volt és akkor majd közülük kell kiválasztani a legeslegesleg alkalmasabbakat. Megpróbáljuk akkor őt is megetetni? Meg, meg, meg és közben azt, azt is meséld el nekem, hogy van -e egy olyan kitétel, hogy csak olyan ember fogadhatja örökbe a, az állatot, aki utána vállalja, hogy mit kell csinálni az állatokkal. Ivartalanítás, tehát mindenképpen benti tartás, tehát minden ellenkező híresztelésre ellentétben nem igaz, hogy a vizsgának, hogy a kutyának a kertben van helye. Csak benti tartással ad a Futrinka Egyesület örökbe kutyát, és ivartalanítási kötelezettséggel kölykökkel, illetve a felnőtt kutyáknál már ivartalanul. Miért van erre szükség egyébként? Hát pont azért, hogy az ilyen nem kívánt szaporulatokat elkerüljük. Milyen szülők vagy milyen befogadók kellenek, hogy jelentkezzenek? <laughs> tehát, hogy minek kell megfelelni? Egyébként ezeknek a kritériumnak mindenféleképpen, de ez a kutyát jelenti. Tehát, az, hogy aki lakásban tartja, az a fontos? <laughs> Igen, az a fontos, hogy lakásban. Tehát kertben lehet, kertesházba is mehetnek, de akkor kinti benti tartással. És, és mindenképpen tudja, hogy mit vállal egy kölyök kutya esetében. Mert a kölyök kutya még ugye nem szobatiszta, szétrág dolgokat, tehát olyan, aki nem gondolja meg magát három nap múlva is hozza vissza őket. Na, akkor lássuk, lássuk, hogyan eszik ez a kicsi bogárka, de látszik, hogy olyan kis szomorú. Amikor megkaptad hát, őket, vagy amikor hozzád kerültek, akkor, akkor hogy, milyen állapotban voltak? A fiú ő, akkor is ilyen eleven volt? Akkor teljesen jó állapotban voltak mind a ketten. Uh -huh. A kis fiúcska volt egy kicsikét uh -huh. kis kislány az abszolút jobb, sokkal jobb állapotban volt, és vasárnap estére lett a kislány ilyen rosszul. Uh -huh. Uh -huh. Az problémát jelent, és mekkora problémát, hogy ezeket így össze-vissza szaporítják? Tehát, hogy ez, ez miért jelent a problémát? Ez a legnagyobb probléma, azért, mert, mert egy tenyésztőnél ugye már a, a szülőállatok is szűrve vannak mindenféle betegségekre, a kicsi kezdettől fogva megkapnak minden oltást. A, egy ugye egy pedig nem. Tehát ott nincsenek szülve a, 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 szülők, az anyja, az apa, a kicsik nem kapják meg egy oltást. Egy, hát egy 5000 forintos oltással el lehet kerülni egy ilyen betegséget, ami több százezer forint és 500 ezer forintra is rúghat a, a vége, ha sikerül, ha sikerül kigyógyítani őket de a parvó egyébként egy nagy százalékban halálos betegség. Uh -huh. e, azt tudjuk, hogy ők a fajtiszta, uh, fajtiszta uh, drótszőrű vizslák? Vagy mit tudunk uh, az a fajtákról? Igazából a fajta, a fajta tisztának azt lehet mondani, a, aki törzskönyves származik, de, de, egyébként szerintem ők igen való. Uh -huh. Tehát nem törzskönyves származnak, az biztos. De, de, egyébként biztos, hogy, hogy, hogy fajta tisztán. Szóval akkor még egyszer mondjuk el, hogy ez ennek a két kiskutyának, nem ő neki, mert ő neki van gazdája a másiknak, aki nem tudom most hol, hol, van. Hol van a másik kutyus? Na mindegy. A lényeg az, hogy megvan, ja, ja, itt van mögötten, hogy gazdikat keresünk, vagy gazdit keresünk nekik, és hogy hol lehet jelentkezni? A Futrinka Egyesületnél. A Futrinka Hát mindegy, így, így, így bőven elég, ne, szerintem, hogyha valaki így rákeres, az meg fogja találni. Tehát csak olyan gazdit fogadunk el, igaz, a kutyáknak, akik felelősségteljesek, és ö, el tudják fogadni azt, hogy ezek a kutyák még picik, még, még nem szobatiszták, és hogy ivartalöntő fogják. Uh -huh. Igen, igen. bekakálnak, bepisilnek, szétrágnak, hát mint egy kölyök kutya úgy általában. Jó, van. mi az esélye egyébként, hogy ő felgyógyul? Meg fog gyógyulni. Na, és akkor most a találós kérdés, hogy azért nekik van komoly viking nevük, igen. és hogy emlékszel a nevükre, mert borzasztó nehéz. Igen, igen, a kisfiú Ragnar, a kislány pedig Lagárta. No, hát akkor Rágnárnak és Lagártának keresjük a gazdikat, és tényleg csak felelősségteljes gazdák jelentkeznek, akik tudják, hogy ezek kicsi kivetett kutyákból milyen okos és milyen aranyos háziállatok lesznek. Köszönjük szépen, stúdió!